Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, az én nevem Gyuris Karolina, a Delbánát ízei műsor mai adásában pedig töltött fasírt rolátot készítünk krumpli salátával. Először elmondom a hozzávalókat, szükségünk lesz vöröshagymára, krumplira, darált húsra, prézlire, zöldségzöldjére, nyárs tojásra és főtt tojásra is, valamint háromszög sajtra, tájfölre, majonézre, fokhagymára, étolajra, a fűszerek közül pedig ételízesítőre, sóra, fűszerpaprikára és törött borsra. Teri néni, akkor kezdjünk hozzá, mert nagyon sok a dolgunk. Karolina, te a krumplit teszed oda főzni? Igen, mivel a krumpli salátát hajába főtt krumplival fogjuk elkészíteni ezt. Én meg a húst beleborítom és összeállítom a fasírtnak. Jó, akkor kezdjük is. Húst beletesszük, van bőven olyan jó másfél kilónyi hús, lesz egy jó nagy tekercsünk. Brézlit, hát azt úgy, egy olyan jó 20 dekányit, 25 dekányi brézlit. Nyers tojást. Hát körülbelül 5-5, meg kicsikék jércetojások, aprók, akkor lehet többet beletenni. Ilyen nagy adagra zöldségzőcsit, petrezselyen zöldjét, egy. Apróra összeaprítom, ez jó bőven lehet beletenni már a zöldségzőtje nagyon jó íztat. Igen, megpucolom a fokhagyma. Na most fokhagymát hát ez... is ír ízlés szerint, ugye? Igen, ki hogy szereti. Van, aki tesz vöröshagymát is bele, az is finom benne. Ez most jó nagy adag. Ezt a fasírtot meg lehet csinálni, ha vendéget várunk, meg lehet hamarabb is csinálni, mert hidegen is nagyon finom. Hát itt körülbelül egy olyan jó másfél kiló hús van. Másfél kiló biztos. Na, mi összekevertünk egy kiló nyúlhúst, fél kiló disznóhússal. A szűszereket. Kagymát. Teszünk, egy sütőport teszünk bele. Igen, a sütőport azt elfelejtettem mondani. Sót. Ízlés szerint. Nem kéne elsózzuk. Pici ételízesítőt. És még mi is kicsi piros paprikát. A fokhagyma jár bele, és akkor összebírom gyúrni. Megvárom, hogy egyszerre keverjem össze. Jó. Hát én három ideig ja, fokhagyma. A borsó az jaj, nagyon az ki fontos. Ki nem maradjon a törött bors. Törött bors, ja. Abból teszünk jó bőven. Abból igen. Az nagyon jó ízted neki. Hát ez egy kicsit szaporátlan. Ja, nem baj. Ráérünk, amíg a krumplink fő, és meghűl, addig ez nyugodtan kész lesz. Én három gerészt fogad már. Jó, kell itt ebben a nagy adag. Igen, kell, mert elég sok hús. Mi nem teszünk olyan túl sok prézlit, mivel ugye van benne nyúlhús, elég és az száraz. Elég száraz hús. Úgyhogy ha csak disznóhúsból készülne, akkor több prézli járna bele. Na most ezt mind jól összedagasztom, összegyúrom. Teri néni, ha még azt csinálja, addig én elkészítem a tojást, megpucolom, meg a hagymát. Ja. Tudod te sorba, hogy mit kell csinálni, nem is kell mondjam. Igen. Ennek a rolátnak az a fontos, hogy jól összedolgozzuk. Minden járja össze, prézli is mindenhova jusson. Kicsi zöldségzőt, itt tegyünk a Karolina. Lehet.
sok a hús, még egy kicsit teszek bele. De kár, hogy a tojások ilyen. Nem baj. Friss álljon. Így. Most a hagymát. Nem tudom, Karolina, te nem szoktál, de én Rozi Annyitól úgy tanultam, hogy egy pihonyi zsírt, disznó zsírt jobb beletapasztani. Hát akkor tegyünk bele. Tegyünk bele? Ahogy a szakácsnyi mondja. Én tanultam, akkor finomabb, puhábbak pasítunk. Tehát. Hogyha száraz a húsunk, akkor tenné hozzá. Mindjárt hozok. Tehetünk bele. Rozi Annyi szakácsnő volt. Lakodom maga főzött, csak akkor készített fasétot, és másnap maradott ez a disznó, nem disznóhús, hanem tyúkhús, és akkor azt ledarálták, tettek hozzá még friss húst, disznóhúst, és akkor lett másnap fasét csinálva. Hosszuk voltak a lakodalmak, hosszan tartott. Nem csak szombaton, hanem vasárnap is főztek. Akkor itt van a zsír, teszünk bele egy kicsit. Egy olyan tojásnyit. Egy tojásnyit. Tessék. Úgy. Majdnem úgy kell dagasztani, mint a köd kalácsot. Hát úgy. Tényleg. Nagy adag. Összegyúrtuk a darált húst a fasétnak, és most szépen elnyújtsuk. Sütőpapíron, igen. Rá reszáljuk a tojást, mert most nem egész berakjuk, hanem tojást reszáljunk rá, és igen. A háromszög sajtot. Háromszög sajtot, az csak így felbevág. Jaj, nem kapcsoltam be a sütőt. Gyorsan kapcsoljam be 200-asra. Ebből jó nagy adag lesz bizony. Ráfér a sütőpapírra? Rá. Kicsit vastagabb lesz lehet, de tovább süssük, megformáljuk. De hogyha két rudat csináltunk volna belőle, akkor meg nagyon picik lennének. Akkor közbe tettük volna tepsibe. Na hát, hát mindegy. Jó van. Egy és jó vastag. Tetszik szép, arányos. Megreszeljük a tojást, ráreszeljük. Ezt gyorsan mén? Hát gyorsan, igen. Mikor elő vannak készítve a hozzávalók, akkor tovább, nagyon gyorsan megy. Tovább tudták készíteni a hozzávalót. Ja, még egy kis törött borsot, mindjárt majd azt jó, a tojás tetejére bírunk. Igen. Na most ugye lehet egészbe is beletenni lehet, a tojásokat. Lehet, aki szereti, igen. De nekem így, valahogy finomabb, így mutatósabb, mikor így van reszelve. Ez igazi rolát, igazi tekercs, hús tekercs. Borsot, ugye? Mondtuk, igen, borsot, egy kicsit reszeljél, ne kenjen össze. Ez ilyen hús tekercs, még a fasírt szereti a törött borsot, igen. Jó íze van. Még benne jó. Igen, és a sajtokat azt el kell mondani, hogy így sorba szokott. Igen, így sorba. Úgyhogy. Igen, erről. Erről, arról jusson. De úgy, hogy jusson végig. Jusson, úgy rakjuk. Így elég ennyi bors, ugye? Elég. Jó. Megolajozom a tepszit. Ezt félreteszem. Éppen elég. Éj, most megpróbáljuk szépen össze. Jól összeszorítsuk, hogy ez a papír ugye szétás. Nagyon finom így a sütőpapírral, könnyen lehet vele dolgozni. És milyen egyszerű így összetekelni, hát. Olyan kövér lesz, mint egy kis malac. Jó, olajozzam meg? Olajozzam. Mert hogy leragadjon.
Jó, megolajoztam a tepsit. Terülni. Most teheti. Beletészem. Úgy. Úgy egyszerű belerakni is, ugye? Igen. Éppen. Mintha kiszámította volna. Pekácsünk elkészült, bekenjük most egy tojás és egy pici olaj. Ja. Tejtóval bekenjük. És mehet be a sütőbe, ha be van melegedve. Csak épp egy pici olajat teszünk, ugye hozzá? Igen. Jó. Tessék. Hát ennek kell egy 45 perc. Hát kell, lehet egy óra hossza is, mivel... De most majd lejjebb kapcsolod a lárnit, hogy ne hirtelen süljön, hanem lassan. 180 fokon sütjük egy óra hosszáig. Megsült a fasétról, álltunk, Teri néni kiveheti a sütőből. Nagyon szép pirosra sült. Most egy kicsit kell várjunk, hogy meghűljön, mert meleg. Addig elkészítsük a krumpli salátát. Jó. Én először kikeverem a tájfölt a majonézzel. Szeszelem a hagymát, a hagymát kicsit korombára. Nem fontos olyan apróra vágni. Szép szálas legyen. Főtt krumplink, meg hűlt. Hát egy picit szeleteljük össze, és akkor hagyjuk, hogy ja. Süljön, jó? Ide virom rögtön a tálba. Igen, igen. Ha meleg a krumpli, akkor elolvad rajta a majonéz, meg a tejföl. Most én nem szoktam olyan nagyon apróra. Így. Jó, akkor mindegy. Egy kicsit szétdörzsöljük. Szoktam én a hagymát félbevágom, és beleteszem hideg vízbe, és akkor... Nem csin. Na most azt kell, hogy áttegyük ebbe, hogy ebbe keverjük össze, mert összetörik nagyon a krumpli. Jó. Egy. Sót adunk hozzá. Azt is ízlés szerintet. Aprítom bele a krumpli salátán egy kicsi zöldségszintet. Hozzáadni a tojást is. Ezt a salátát kétféleképpen el lehet készíteni, lehet ezzel a tájfölös majonézes öntettel, de aki nem szereti a majonézt, az nyugodtan használhat olajat és ecetet, úgyis nagyon finom. Krumplink a tojásunk meghűlt, lehet összekeverni szál, csak a salátánkat, jó, most egy kicsit öröd borsot. És megült egy kicsit, mindjárt lehet tálalni. Összekeverjük, hogy jusson mindenhova egy kevés. Óvatosan, hogy ne törjön össze. Jó, de jó. Nagyon jó néz. A rollátunk egy kicsit meghűlt, lehet vele dolgozni, meg kiszeletelem, és hát lehet fogyasztani. Jó így? Tökéletes. Nagyon jó néz ki. Még egy kicsit meleg, de nem baj. Mondtam én ezt nagyon finom hidegen is,
úgyhogy vendégvárónak nagyon alkalmas ez az étel. Én ezt a kis darabot megsütöm. Nem süt. Nagyon finom. Jó kiadós szeletek. Épp azt nézem, hogy jó nagy szeleteket van. Nem baj. Félbe is lehet vágni. De hogyha kicsikébe, keskenybe csináltuk volna, száraz lett volna. Finom, szaftosabb. Ha tetszett a recept, próbálják ki, és jó étvágyat kívánok mindenkinek. Tartsanak velünk legközelebb. Jó étvágyat.